Több mint húsz évre tekint vissza a Limaker Kft. története Máté Szalkán. A vállalkozás műanyag nyilázáró gyártásával és beépítésével foglalkozik. Fejlődését jól jelzi, hogy már a több tucat viszont rendelkeznek az ország számos pontján, sőt Szlovákiába és Romániába is értékesíteni tudják termékeiket. A cég most a Gino Plus pályázat keretében egy új, 1600 négyzetméteres, irodákkal és kiszolgáló egységekkel felszerelt új üzemcsarnokban tudja növelni gyártási kapacitását. A gyártásunk egy részét szeretnénk áthelyezni ebben az üzencsarnokba. elsősorban ajtórendszereket szeretnénk itt gyártani, illetve a további pályázatokban még szeretnénk részt venni, ahol még további megmunkáló gépeket szeretnénk beszerezni, hogy még nagyobb kapacitással tudjunk érvényesülni a piacon. Pető Károly ügyvezető hozzátette, az építőipari termékek drágulása már a nehéz helyzetbe hozta a vállalkozásokat, az utóbbi két évben ugyanis lecsökkentek a rendelések. Remélik az újabb lakossági pályázatokkal ez a folyamat megfordul a következő hónapokban. Nagyon bízunk benne, hogy talán 2023 első negyedévébe közepére egy kicsit megindul az építőipar, mert nagyon kiszolgáltatva vagyunk. Megdrágultak a nyilázzárók, mint minden más egyéb, és ez pályázat nélkül a lakosság sem tudja már lefinanszírozni. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy, hogy érkezik a rendszerbe pénz, és lesznek új pályázatok a lakosság és vállalkozók számára, ami tovább viheti ezt az egészet. Hanusi Péter Máté a polgármestere az üzemcsarnok átadóján arról beszélt. A város vállalkozásai a válság ellenére is a fejlesztésre és a bővítésre összpontosítanak. Először a Covid-dal kellett megküzdeniük újra gondolni, sok mindent újra gondolni ezt a bizonyos kabátot. Amikor ezt megtették, és elindultak volna megint a konkrétabb, komolyabb fejlődések, fejlesztések útján, akkor pedig jött a szomszédban a háború. És nyilván ez bennünket itt szabolcs már bereg megye, Vár -megye szívében, ez még jobban érint, mint esetlegesen az ország más területeit. Éppen ezért óriási öröm számunkra, hogy van olyan családi vállalkozás, amely fejleszt ebben a nehéz időszakban is. Tehát újra gombolta ezt a kabátot, sikeresen tette ezt meg, és itt is egy egészen nagy gyártóüzem létesült, egy újabb gyártóüzem, amivel tudja a fejlesztési troféját bővíteni. A beruházás összköltsége megközelíti a 300 millió forintot, amelyből 205 millió forintot tesz ki az Európai Uniós támogatás. A fejlesztésnek köszönhetően a vállalkozás 22 munkahelyet tud megőrizni biztosan hosszabb távon is.